A Fidesz-KDNP egyes választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje volt a vendégünk a stúdióban, Szabó Tündével Gál Tamás kollégám beszélgetett. Nyíregyháza Kelet-Magyarország gazdasági, kulturális és oktatási központjává vált az elmúlt években. Erről korábban Szabó Tünde beszélt. Az országgyűlési képviselő jelöltnek fontos tervei vannak Nyíregyházával, ez kampányirodájának megnyitóján is kiemelte. Még 34 nap van az országgyűlési választásokig, április 8-áig. A megyében a Fidesz-KDNP mind a 6 indulója egy nap alatt gyűjtötte össze a jelöltséghez szükséges minimum 500 szavazatot. Így az első számú választókerület jelöltje Szabó Tünde is. A február közepén nyílt kampányirodájában azt hangsúlyozta, Nyíregyháza Kelet-Magyarország gazdasági, kulturális és oktatási központjává vált az elmúlt években. A következő feladatok közé tartozik, hogy turisztikai szempontból is egyre népszerűbbé váljon a megyeszékhely, a gazdasági beruházások és fejlesztések pedig a fiatalok itthontartását segíti majd a jövőben. És vendégünk a stúdióban természetesen maga dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, illetve az egyes számú választókerület fideszes képviselőjelöltje, ez egy sokan. Jó napot kívánok. Első körben az lenne a kérdésem, hogy miért tartotta fontosnak annó, hogy elkezdjen politizálni? Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy képviselőjelöltje lehetek Nyíregyházának. Ugye ezt megelőzően én sportért felelős államtitkár voltam, és vagyok jelenleg, úgyhogy ezáltal közelebb is kerülhettem a politikához. Ez egy nagyon fontos ágazat, amiben én dolgozhatok, hiszen, és talán szerencsés is vagyok, hiszen minden egyes területre közvetetten érintve láthatom azt, hogy mennyit tudunk segíteni, hiszen én dolgozom az egészségüggyel, az oktatással, a kultúrával, a családdal, a szociális területekkel, a fejlesztéssel, sőt a turizmussal is, úgyhogy nagyon sok rétű volt a feladatom eddig is, és ugye most lett egy ilyen lehetőség, hogy Nyíregyházának mindazt, amit én kaptam anno sportolói létemben, azt a sok szeretetet, azt a támogatást, azt vissza tudjam valamilyen módon adni. Az egy nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy a parlamentben képviselni egy várost, és a város lakóit az egy óriási megtiszteltetés. Én is ennek veszem, úgyhogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a jövőben képviselni tudjam Nyíregyházát és az itt élőket. És hát azt azért el lehet mondani, hogy a sportban, csak úgy, mint a politikában küzdeni kell. Természetesen, és én minden, aki valaha is dolgozott velem, mindenki tudja, hogy nagyon tetrekész ember vagyok, és szerencsére nem ijedek meg a feladatoktól. Amennyiben tudunk valamit tenni, és látható volt az elmúlt években, hogy mennyi fejlesztést tudtunk Nyíregyházára hozni, miken múlik az, hogy tényleg elindulhasson valamilyen cél iránti, akár megfogalmazott igények, és ezeket megvalósítani, hogy lehet, mindenféleképpen nagyon-nagyon jó, hogyha valaki ott van a kormány közeli állapotokban, így mint sportállamtitkárként tudom azt mondani, hogy nagyon sok rétű volt eddig is a feladatom, ezt követően is vállalom bármilyen módon és bármilyen eszközzel fogom segíteni Nyíregyházát. Ön szerint milyen helyzetben, állapotban van jelenleg Nyíregyháza, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye? Ezt természetesen azért kérdezem, mert a tervekről is fogunk beszélni, hogy honnan indulunk és merre tartunk. Igen, nagyon-nagyon örülök neki, hogy az országnak a keleti régiója is óriási fejlesztés előtt áll, alatt van, hiszen az elmúlt időszakokban is lehetett látni, hogy mennyi fejlesztés indult el, mennyi fejlesztést tudtunk átadni, és ez mind-mind az itt élő embereket szolgálja, a fiatalokat, a családokat, az idősebb korosztályt, beleértve minden ágazatba. Úgyhogy ha el kellene kezdenem sorolni, akkor talán estig is itt ülnénk, de tényleg nagyon nagy öröm számomra az, hogy ha az ország térképét kiterítve nézzük, akkor most indul el a keleti régiónak az óriási nagy fejlesztése. Ezzel valóban azt fogjuk tudni eredményezni, hogy a családok itt települnek le, itt vállalnak gyermekeket, és a fiatal, jól képzett gyermekeink viszont hazajönnek,
és munkahelyteremtő vállalkozásokat tudnak kezdeni, mivel a feltételek biztosítottak. Ugye az elmúlt időszakos fejlesztések mind-mind azt adják, és a következő időszak is azt fogja adni, hogy igenis egy olyan várost tudjunk teremteni, ami részükről is nagyon-nagyon szerethető lesz. Ha a gazdaság kapcsán, illetve egy térség kapcsán felvetődik a jövő, akkor természetesen a munkaerőről is érdemes beszélni, vagy illetve ez is rendszeresen felvetődik. Hát egyrésztről ugye szakképzett munkaerőhiány kezd már lassacskán kialakulni. Azt nem tudom, hogy mennyire mondhatjuk, hogy hál' Istennek. Ugyanakkor a szakképzetlen munkaerő viszont abból pedig van. Ezt hogyan lehet átfordítani a jövőben? Igen, nagyon fontos, hogy azért Nyíregyháza ipari parkja is óriásit fejlődött az elmúlt időszakban. Nagyon sok gazdasági társaság létesült, és nagyon sok vállalkozás mondta azt, hogy itt akar keleti oldalon és Nyíregyházán letelepedni. Ez azt eredményezi, hogy igen, kellenek a munkaerő, a jó képzett, akár fiatalok, akár szakemberek. Én úgy látom, hogy Nyíregyházára nagyon sokan jönnek vissza, már most az elmúlt időszak is jöttek. Rengeteg ismerősöm van, aki elment tanulni valamilyen egyetemre. Természetes, hogy képeznie kell mindenkinek magát. Egyébként az oktatás is óriási ütemben fejlődik, és itt Nyíregyházán is, hogy Nyíregyházi egyetemünk lett. Itt is bizony meg kell találni azokat a szakokat, ami hiánypótló, és el kell indítani minél hamarabb olyan képzéseket, amit nagyon jó ütemben a rektorasszonnyal is beszélgettem, hogy merre felé kell menni. A jövő ilyen. Adni kell nekünk is akkorra, és tényleg lehet látni, hogy a vállalkozók pedig nagyon-nagyon igénylik a jól képzett munkaerőket. Nagyon jó a képzési rendszerünk, tehát egész Magyarországon általánosan lehet mondani, és ez mind-mind azt eredményezi, hogy jó szakembereink is lesznek. A turizmus az fejlődik folyamatosan, mennyire elégedett ezzel egyrészt, a másrészt pedig ugye a következő 4 évben még milyen feladatok vannak? Nagyon nagy öröm számomra, hogy a turizmus most már tényleg azt lehet mondani, hogy szintén erre a területre érkezik, és hogyha valaki ide eljön Nyíregyházára, és nem volt ezt megelőző években errefelé, akkor mindenki meglepődik, hogy húha, nálatok ilyen jellegű látnivalók vannak, a város fejlődik, egy modern városunk van, és ugye az állatparkunk, a Sóstói Múzeum falu és a Sóstói Gyógyfürdőnk messze-messze híres. Ezt ki kell terjeszteni még jobban az ország részre, és nem csak az országon belül, hanem akár egész Európára. Nagyon-nagyon sok lehetőség van Nyíregyházán. Ezek a fejlesztések most is érkeznek, ugye az elmúlt időszakban is óriási fejlesztések indultak el. Ugye hotellekre is nagyon nagy szükség volt, most lehetőségünk nyílt rá, 4 csillagos hotel fog hamarosan átadásra kerülni, ez is azt fogja eredményezni, hogy minden egyes igénynek meg tudunk felelni, akár családoknak, akár fiataloknak, akár az idősebb korosztálynak. Nagyon-nagyon szívesen fogják választani Nyíregyházát, mint turisztikai célpontot. Beszéljünk arról a témáról, ami szerintem igazán közel áll önhöz, ez pedig nem más, mint a sport. Nyíregyháza sport életét hogyan lehet a továbbiakban is erősíteni, azt már tudjuk, hogy infrastruktúrálisan továbbra is fejlődik Nyíregyháza, lásd például a jégcsarnok, a teniszről érkeznek most információk, illetve hírek, milyen tervek vannak még? Nagyon nagy örömmel láttam azt, egy hónapja is, hogy a Continental Arénában nem csak sportprogramok vannak, hanem bizony kulturális események is. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye a világ fejlődik, és ezekkel a sport létesítményekkel, amelyeket át tudunk adni, és építünk, és fejlesztünk, természetesen elsődleges cél, hogy mindenki sportoljon, és minden gyermek sportoljon, és ehhez lehetőségeket biztosítsunk. De ha már vannak ilyen létesítményeink, akkor bizony használjuk ki, és kulturális tevékenységekre is nagyon-nagyon szépen lehet használni, hiszen bármilyen tevékenységet, akár zenei, művészeti, színházi tevékenységeket be lehet hozni, és több ezer embernek tudunk azonnal egy időben élményeket biztosítani. Úgyhogy a fejlesztés
nem állhat meg, hiszen Nyíregyháza sportváros, és mindig is híres volt a sport eredményeiről. Nagyon jó az utánpótlás nevelés, nagyon jó szakembereink vannak az élsportban, és nagyon-nagyon mutatkozik, bármilyen sportágat nézünk, hogy igen, innen bizony ki lehet kerülni, és a világ legjobbjai közé lehet lenni. Nekünk az a feladatunk, hogy a feltételeket megteremtsük, mi ezért vagyunk, és tényleg lehet látni, hogy az igény óriási. Hogyha az elmúlt időszakot nézzük, ugye megjelentek a látványcsapat sportágak, az egyéni sportágak támogatásai, felzárkóztatási sportágak, és itt Nyíregyházán is élnek ezekkel a lehetőségekkel. Tényleg azt lehet mondani, hogy minden gyermek sportolhat és sportoljon, hiszen az egyetlen egy eszköz a kezünkben, hogy az egészségünket meg tudjuk tartani, és az egyetlen egy ágazat, ami mindenre pozitív hatást gyakorol. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.